Egyetlen sárga barack sincs a több évtizede bőségesen termőfán. A már beérett gyümölcsöt valakik ugyanis ellopták néhány napja. Pedig abból a helyi iskolába járó gyerekek főztek volna lekvárt a tanáraikkal, ugyanúgy, mint ahogy tették eddig minden évben. 70-80 kiló az a minimum, de hát én nem értek hozzá, hogy őszinte legyek. A kollégám azt mondta, hogy szerinte 100 fölött is lehet. Tehát jó termés volt idén. És itt készítjük majd a lekvárt, remélhetőleg. A Dunakömlődi iskolában nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy természetközeli módon neveljék a hozzájuk járó gyerekeket. Ezért is okoz nekik nagy gondot, hogy ellopták az egész évben gondozott fájukról a barackot. Segítséget ugyan azóta már kaptak, de az csak a korábbi mennyiség kis részét fedezi. Az egyik szülő jelezte, hogy ő most talált valakit, aki viszonylag jó áron tud nekünk barackot eladni, úgyhogy így fogjuk megoldani, hogy jó áron fogunk egy 20-30 kiló barackot vásárolni, hogy legyen mit eltennünk. Dunakömlődön minden barack felajánlásnak örülnének, hogy a korábbi években megszokott mennyiségű lekvárt főzhessenek a gyerekeknek. Úgy tudjuk, egyébként az eset miatt rendőrségi feljelentés is született.